Kedves szülők! A következő fejlesztőjátékom, melyre szeretettel hívom és várom 5 éves vagy annál nagyobb iskolába készülő óvodáskorú gyermeküket, a forma lomtalanítás nevet viseli. Mi kell ehhez a játékhoz? Hát nagyon egyszerű, két dolog kell csak hozzá, az egyik egy logikai készlet, amelyet talán már a nagyobb testvér miatt be is szereztek, de lehet, hogy csak most fogják beszerezni az iskolába menő gyermekük számára, illetve egy kis játékkuka, én ezt használom, amit a játékos polcon találtam, de bármilyen nyitható tetejű kis dobozka, edényke megfelel a célnak, ehhez a forma lomtalanítós játékhoz. Mit kell tudni erről a játékról? Hát először is azt, hogy kiválóan fejleszti a matematikai gondolkodását a gyermeknek, a logikus gondolkodását, illetve látási észlelését, mert ugye a logikai készlet az milyen elemekből áll? Kisebb, nagyobb, lyukas, nem lyukas, különböző színű, különböző formájú elemek, ezeknek a kiválogatása a látási észlelést nagyon jól fejleszti, egyrésztről, másrésztről pedig az emlékezetet is jól fejleszti az a játék, hiszen ha én mondok majd egy instrukciót a gyermek számára, akkor annak alapján azt észben kell tartania, meg kell jegyeznie, és az alapján kell a sok-sok előtte látható logikai elemből kiválogatni azokat, amelyeket mondok neki. Illetve nagyon jól fejleszti még az alak-háttér megkülönböztető képességét is a gyermeknek. Ez konkrétan azt jelenti a fejlesztőpedagógia nyelvezetében, hogyha sok egymáshoz nagyon hasonlatos dolog, elem látható a gyermek előtt, akkor ott a sok-sok hasonló közül kell kiválasztania azt az egyet, vagy azt a néhány darabot, amelyeket bizonyos szempont alapján megadtam neki. De lássuk ezt a gyakorlatban. Előtte azonban még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy ezek a játékok, amelyeket most a következőkben majd a gyermekhez szólván szeretnék vele eljátszani, ezeket a játékokat nehézségi fokozat szerint állítottam össze, nyilván az egyszerűbbtől a kicsit bonyolultabb felé haladva, és először csak egy szempontot kell figyelembe vennie a logikai elemek válogatásánál, később már 2-t, 3-at, illetve akár 4 tulajdonságot is egyszerre meg kell jegyeznie, és azok alapján kell kiválogatnia a teljes készletből, amelyeket majd mondok. De most a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, végre eljött a pillanat, hogy együtt és teljesen egyszerre tudunk egymással játszani forma lomtalanítós játékot. Nem kell hozzá más, mint egy logikai készlet, amely, mint látjátok, különböző színű, formájú, nagyságú, különböző tulajdonságú kis formákból áll. Ezekből fogtok majd válogatni, illetve egy játékkuka, amelynek nézzétek csak így nyitható a teteje, és ebbe fogjátok, illetve egy ilyen kis kukába fogjátok majd beledobni azokat a formákat, amelyet mondok nektek, és amelyet lomtalanítanunk kell. Hogy melyek lesznek ezek a formák, azt nem sokára el is mondom nektek, de mielőtt nekiállnánk a játéknak, az a legelső feladat, hogy ezt a logikai készletet borítsátok ki az asztalra, én is így megfogom, megfordítom, kiborítom az asztalra, és az összes elemet szépen úgy széthúzigálom, ti is húzzátok szét, hogy minden kis formát tökéletesen jól lássatok. Kezdődhet a játék! Első feladat, hogy válogasd ki, és dobd kukába az összes kék formát. Én most veled együtt fogom ezt csinálni, de nem mutatom meg, hogy mit csinálok, nem szeretnék neked segíteni. Tehát mi a feladat? Az összes kék formának a kiválogatása.
amikor én készen leszek, akkor valószínű, hogy te is elkészülsz. Nézzük meg egyszerre, hogy kinek mit sikerült lomtalanítania. Második feladat, hogy válogasd ki, és dobd kukába az összes nagy formát. Mindegy, hogy milyen színű, mindegy, hogy lyukas, nem lyukas, minden más nem számít, csak az, hogy nagy legyen. Már is kezdheted a feladatot. Én is elkezdem a válogatást. És amikor én készen leszek, akkor várhatólag te is befejezed a feladatot, és össze fogjuk hasonlítani, hogy kinek mit sikerült összegyűjtenie, milyen formákat sikerült lomtalanítania a kukába. Én már is készen leszek, és nézzük is! A harmadik feladat az lesz, hogy válogasd ki és dobd kukába az összes nagy lyukas formát. Veled együtt dolgozom most is. De most sem mutatom, hogy én miket gyűjtök, de biztos vagyok benne, hogy te még nálam is sokkal gyorsabb és ügyesebb leszel. És hogy mit gyűjtöttünk össze a kukába, azt már is összehasonlítjuk. Negyedik feladat, most a kicsi, nem lyukas formákat válogasd ki, és dobd kukába. Már is kezdheted a játékot. Én is veled együtt dolgozom, és természetesen most sem mutatom meg, hogy mit csinálok. Majd csak a leges legvégén. Az ötödik feladat egy kicsit nehezebb lesz. Válogasd ki és dobd kukába a nem kicsi, nem lyukas, piros színű formákat. Már is kezdheted a lomtalanítást. Szokásos módon veled együtt dolgozom. Jól megnézem az összes formát, nem bújt-e el még véletlenül valahol egy olyan forma, amit ki lehetne dobni a kukába. Én végeztem. És most jól figyelj, mert most jön a legnehezebb. Választ ki a nem nagy, lyukas, zöld, háromszög formát. Ha megvan, dobd a kukába. Nem mondom el még egyszer, biztos vagyok benne, hogy sikerült elsőre is megjegyezned. Nekem sikerült is kiválasztanom az sok-sok más forma közül. Neked is? Akkor hasonlítsuk össze! Ti is kitalálhattok még magatoknak saját lomtalanítós feladatokat, ügyeskedjetek! Játék végeztével pedig ne felejtsétek el a kis formákat a saját kis lakásukba, ebbe a kis dobozkába visszarakni. Ügyeljetek arra, hogy milyen nagyságú, milyen formájú kis elemek hová kerülnek, és arra is figyeljetek, hogy a lyukasak egy helyre kerüljenek, és másik helyre kerüljenek a nem lyukasak. Sziasztok! Köszönöm, hogy velem tartottatok!